85 évvel ezelőtt, augusztus 15-én a koronázó város ezredzászlót adományozott házi ezredének, a magyar királyi Szent István harmadik honvédgyalog ezrednek. Régi kérésként tett eleget ezzel Székesfehérvár, hiszen hosszú éveken át az ezred az elődjének zászlaja alatt vonult harcba. A katonai vezetők és tisztek kérését Csitári G. Emil akkori polgármester és a város hölgyközössége karolta fel, és készítették el az új lobogót. A második világégésben a gyalogezred katonái becsülettel álltak helyt minden hadszíntéren, és sosem felejtették el ezredük jelszavát, Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát. A hagyományokhoz hűen pénteken koszorúzással tisztelgett a város a házi ezred egykori laktanyájának Budai úti épületénél, amely több mint két évtizede a Láncos Kornél gimnázium otthona. A hely szelleme, ez kötelez bennünket arra, hogy itt megemlékezzünk azokról az elődökről, akik a történelmünket alakították, mert ha tetszik, ha nem, mi is alakítjuk a történelmünket, csak ez ilyen közelről még nem látszik, és reméljük, hogy az utókor majd azt mondja, hogy mi jól csináltuk ezt, és folytatja ezeket a hagyományokat. A magyar királyi Szent István harmadik gyalogezred ezrednapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a megemlékezést kezdeményező Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke elevenítette fel a gyalogezred történetét, majd Berdó Gábor Károlynak, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnökének mondott köszönetet a két szervezet együttműködéséért, az emlékek közös ápolásáért. Székesfehérvárt méltán nevezzük katonavárosnak. A királyi székhely, az államiratás helyszíne, a koronázási helyszín kezdetektől katonai védelem alatt állt. A történelmi változások során a város már nem volt koronázóhely, sem királyi székhely, de ősi címét, rangját tekintve a királyok városa maradt. A megemlékezést követően közösen helyezett el koszorút a város közössége nevében Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, Lerner Zsolt alpolgármester, valamint Kovács Péter a Fehérvár megyei kormányhivatal igazgatója. Az emlékezés virágait elhelyezték a tábla előtt Székesfehérvár önkormányzati képviselői, hagyományőrző civil szervezetek, valamint az iskola képviselői. Az ünnepség a Magyar Takarodó dallamával zárult.